Ezt mások megemlítik? A betegeid, bárki, aki körülvesz, hogy érezhető, hogy a te életedben ott van jelen a Teremtő? És ez a munkádban is megmutatkozik? Hozzáállásodban? Remélem, hogy igen. Nyilván nem interjúholom őket, de törekszem arra, hogy én azt gondolom, hogy az ember úgy tapintatos, ahogy amilyen szép a világ, vagy a teremtett világ, hogy megörvendeztet, elgyönyörködtet, így kell lenni az Isten jóságának is, hogy ha segítesz, akkor megjelenik a lényeg. És épp ettől titokzatos, intim, hogy nem hangzik el mondjuk azt, hogy ezt a tanítást kitől kaptad, hogy esett le neked. Tehát mi azt gondolom, és sikerül olyan környezetet teremteni. Tehát én azt gondolom, hogy a Peti csodájához hozzátartozik az is, hogy nem csak ötünket, nagyszülőstől 8-unkat, baráti köröstől 15-ünket alakítottál, de ebből született egy munkahely. Tehát még a romjainkból épp, hogy építkeztünk, 2 éves lehetett Peti, amikor szülőcsoport, egy alapítvány meghívott minket, hogy különböző régiókból sorstárs szülőkkel járjunk össze, Budapesten találkozgattunk, és egymás jó gyakorlatáról beszéljünk. És akkor fogalmazódott meg, hogy olyan speciális, hogy egészségügyi dolgozók vagyunk, feleségem gyerekszemész, ugyanakkor egy speciális koraszülötte, Down-szindrómást, halláscsökkentett, tehát hogy egyszerre olyan jó dolgokat csinálunk, egy korai fejlesztő, egy rehabilitációs intézmény, van, aki a táborosztatásban volt nagy, hogy elkezdtünk ábrándozni, hogy lehetne egy csodálatos, egy olyan intézmény, ahol nem keresni kell, hanem aki megtalálja az embereket, vagy a rászorulókat, és akkor ebből azért egy évtized alatt az született, 4 évvel ezelőtt a görögkatolikus egyház volt, aki befogadta és kibontakoztatta ezt a dolgot, egy ingyenes állami forrásból működő gyerekrehabilitációs központ, ahol 40-en, több mint 40-en dolgozunk, gyógytornászok, pszichológusok, orvosok, gyógypedagógusok. Tehát akkor mondhatjuk, hogy Peti indikálta ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy ezt minden családnak, meg minden közösségnek ki kell mondani, hogy vannak nagyszájúak, meg vannak gyengék, és hogy mégis a gyengék osztják a lapot. Azok, akik a legelesettebbek, ők a szíve, a motorja. Én azt gondolom, hogy Peti, meg nyilván, ha csak a saját életünket nézem, akkor az elvesztett testvérei, vagy a meglévő testvérei, de rengeteg kollégám van, tehát hogy ők hogy csatlakoztak be a saját csodájuk, meg van nekik is, hogy miért hitték el nekünk, amikor azt mondtuk, hogy mondjatok fel valami olyasmit, találtunk ki, vagy olyasmi fog születni, ami egy óriási kaland, nehéz lesz, de egy nagy-nagy kaland. Szóval én azt gondolom, hogy ez is a folytatása, és minden nap a folytatása. Hát a csodák, egyébként a teremtés, meg az evangélium is, tehát az Isten szeret pepecselni, tehát a teremtés történet 7 nap. A csillagászok azt mondják 700 millió év. Vagy amikor Jézus leülteti az 5000 embert, na akkor kinek van még valamilyen, körbenéz, tehát vagy vakot gyógyít, odakő, porba kevergeti, tehát az jó Isten, amikor csinál valamit, akkor nem mindig azonnal, másrészt meg mindig kér valamit, hogy akkor egy kis halat, kenyeret, egy kis sarat, meg még menjél el is, mosakodjál is meg, tehát nagyon sokszor elhagyjuk veszni a csodát, elhagyjuk menni, mert azt gondoljuk, hogy nem történt meg, úgy keltem föl, hogy van egy indítatásom, és akkor ahhoz nincsen erő, hogy járjak rajta 8 évig, úgyhogy tulajdonképpen bődületesen rossz ötletnek. Hát az egy blamázs, a szegény fiú elővette a 2 halat, ott volt az 5000 ember, az inkább elő se vette volna. Tehát abból bazi nagy blamázs lehetett volna. Zsolt, neked van ilyen víziód, hogy annyira jó lenne még ilyen csodákat még megélni, vagy még nagyobb a... Nekem... Én igazából azt szeretném, ha amit orvosként eltekeredett a fejembe is, és a statisztikai számok vannak előttem, visszajussak a gyerek magamhoz, hogy ránézek ezekre a gyerekekre, akikkel dolgozok, és minden pillanatban úgy csillogjon a szemem, meg a kollégáimra, mint ahogy a édesapámmal, ahogy batyogtam a szőlőshegyre, és fütyörnek a madarak. Tehát, hogy visszakapjam, hogy ezek újra összeérjenek. A szakmádban, a hivatásodban találkozol ilyen csodákkal, amik számodra is megmagyarázhatatlanok és felfoghatatlanok?
tehát tele van az élet tényleg csodákkal, és a szakmámba is, a szakmámat is most két részre is lehet osztani. 4 évvel ezelőtt a családba hazakerülő speciális gyerekeket egyengettem az útját, és a terapeutáit hangolom finomra. 4 évvel ezelőttig meg a 16 év úgy telt, hogy élet-halál között lebegő extrém kicsi koraszülöttek, akiknek néha nagyon-nagyon kicsi esélye volt az életben maradásra, velük dolgoztam. Nagyon sok olyan esetet láttam, amikor nagyon-nagyon kicsi esély volt a túlélésre, de ugyanolyan csodálatosnak láttam, hogy itt kiválasztódott 10 orvos, 30-40 nővér, akik egymásra hangolva tudnak dolgozni, és az egyéni döntésekbe mindig jön az a szikra, amit nem veszünk csodának, de az, hogy ez megjelenhet, és tovább viheti a gyereket, az abszolút voltak csodák. Csodák voltak az, ahogy a szülők kitartottak, csodák voltak, ahogy vártuk egymást, hogy ötlettel az éjszakában sokszor egy orvos van ügyeletben, hogy megérkezzen a többiek. De volt olyan helyzet, amikor rengeteg dolognak kellett kombinálódni. Mondjuk egy jut eszembe, hogy nem vettünk, mi már nagyon-nagyon rég nem fogadtunk el hálapénzt, tehát az volt a gyakorlat 2003-ban, amikor ide kerültünk, tehát senkitől semmit, és egy azt hiszem, hogy könyvelőirodája lehetett a hölgynek, egy bazi vastag borítékot az egyik férfi kollégámnak odaadott, és azt mondta, hogy természetesen nem fogadjuk el, azt mondta, hogy ezt odaadja, azt csinál, amit akar, tudja, hogy van alapítványunk, tegye be. És akkor a kolléga behozta a közösbe, hogy ez történt, hogy itt van, azt hiszem 200 000 forint, valami bődületes pénz. És akkor a főnökünk megmondta, hogy hát jó, most nem jut eszébe semmi, betettük a vitrines szekrénybe. És akkor rá néhány napra volt egy olyan érett súlyú újszülött, aki a kakás magzat vízet olyan mélyen lelélegezte, hogy kompletten bekente az egész tüdejét, tehát gyakorlatilag lehetetlen volt lélegeztetni. Volt egy különleges lélegeztető gépünk, amivel valamennyire uralni tudtuk a helyzetet, de kellett hozzá egy tüdőereket tágító gáz is, és ez a gáz elkezdett fogyni. És észrevettük, hogy 2-3 órát elég már csak. Akkor felhívtuk a budapesti Sote klinikát, aki azt mondta, hogy van egy óriási tartály gáza, azt oda tudja adni, ilyen kísérletes gáz, de hát azt nem tudja, hogy szállítsuk el. És akkor felhívtuk a szállítmányozást teherautóval, mondta, hogy körülbelül 8 óra alatt járja meg Budapestet, és akkor a 200 000 forinttal oda mentünk egy taxishoz, hogy itt van, oda-vissza megjárja, megjárom, és akkor ott volt abban a percben, hogy az a gáz, meg még ilyen tesztpalackokat feltettük, megérkezett, és akkor és rá 5-6 napra lekerült a gépről, és egy nagyon sram kis srác lett a kisfiúból. Tehát voltak ilyenek, de hát itt is rengeteg. Hát ez csoda. Csoda is, de rengeteg döntés, önzetlenség, bevett gyakorlat, tudás is, tehát egy összehangolt munka újabb-újabb műszakokba, tehát ezt sokan azt mondják, hogy nem csoda, de úgy összeállnak a dolgok, hogy igen, azt máshogy nem lehet hívni, csak csoda, és ilyenek a csodák.